Társaság a szabadságjogokért jogvédő szervezet drogpolitikai programja egyik céljának tartja azt, hogy azokat a szereket, amelyeket kábítószerként tart nyilván a törvény, ezeket gyógyászati célból is lehessen felhasználni. Ezek közé tartozik például a cannabis, amit több ezer éve használ az emberiség gyógyszerként. Elindítottunk egy olyan új sorozatot a Drogriporteren, amelyben cannabis gyógyászati célból használó betegek számolnak be a saját élményeikről, és azt gondoljuk, hogy ez az egyik fő út ahhoz, hogy megértessük a társadalommal, hogy itt valós gyógyászati orvosi igények kielégítéséről van szó, és ezáltal elérhessük azt, hogy egy nap majd Magyarországon is lehessen legálisan fogyasztani ezt a szert. Mi az az egészségügyi probléma, ami neked van, és ez mivel jár együtt, milyen tünetei vannak? Engem Bekterevkorral diagnosztizáltak. Ez egy autoimmun, reumatikus megbetegedés. Leginkább a csípőnél kezdődik, illetve a gerinc bármelyik részén kezdődhet, és ez egy gyulladásos folyamat, ami azzal jár, hogy a csípőizületben, illetve ahol ez a gyulladás van, ott fájdalmat érez az ember, aztán évek alatt ez a gerinc összecsontosodásához vezet. Milyen hagyományos gyógymódjai vannak ennek a betegségnek? Vannak a klasszikus gyulladáscsökkentők, illetve vannak a biológiai terápiás szerek. Emellett még ritkán és nagyon sűrűs esetben vannak úgynevezett betegségmódosító, DMARD, ha jól emlékszem, szerek, amik lassítják a betegségnek a átfolyását. Nálad ezek mennyire váltak be, mennyire vannak mellékhatásai? Az összesnek van legfőbb problémája a mellékhatása, tehát a gyulladás csökkentőnél az a probléma, hogy ezt hosszú távon kell szedni és folyamatosan, és ez ugye megtámadja a gyomrot, a májat, a vesét, így hosszú távon, tehát ilyen 5-10 éves periódusról beszélünk, nem egy-két hétről van szó. A biológiai terápia, annak pedig különböző rákos megbetegedések lehetnek a mellékhatásai. Ez nyilván viszonylag alacsony kockázat, de előfordulhat. Ma már van arra szakirodalom, hogy a cannabis is hatásos lehet erre a betegségnek, a tüneteinek a csillapítására legalábbis. Te mikor hallottál először erről a gyógymódról, és mit tudsz arról, hogy milyen hatással van a cannabis a te állapotodra? Pár évvel ezelőtt, amikor utána néztem, hogy Amerikában mi ez a nagy egészségügyi gyógyászati cannabis mozgalom, hogy sorra legalizálták az államok a gyógyászati célú használatot, akkor picit komolyabban utána néztem, és nagyságrendileg az első olvasmányom az arról szólt, hogy a cannabiszt azt már több ezer évvel ezelőtt használták reumatikus, tehát gyulladásos megbetegedésekre. A fájdalomcsillapításra szokták használni, tehát a nyugati kultúrákban ott, ahol ez már megengedett, illetve törvényileg megengedett. És illetve nagyobb mennyiségben különböző, a hagyományosul eltérő módon történő adagolásban a magára gyulladásra is hatása van. Te mikor próbáltad ki először gyógyászati céllal a cannabiszt, és mik a tapasztalataid vele? Az én betegségem, a Bekterevkor, az jellemzően hajnali, tehát éjszakai hajnali fájdalmakkal jár, tehát az ember felébred arra, hogy nem jó sejtse feküdni, és aztán ezért igazából véletlenül fedeztem fel, hogy egy este rekreációs használatból adódóan másnap úgy felébredtem, és végigaludtam az egész éjszakát, teljesen kipihent voltam, annak ellenére, hogy az előző napokban pedig szenvedtem, forgolódtam, tehát küzdöttem, nem tudtam végigaludni az éjszakát. Bekterevkor az egy gyulladásos betegség, és ebből eredően egy gyulladás van a szervezetben, ami pedig egyéb problémákat is okoz, tehát levertség, fáradtságérzet, aluszékonyság, és ezért aztán a maga hangulatjavító hatás is egyébként egy pozitív hatás. És a gyulladás csökkentő hatása is van ugye a cannabisnak? A cannabisban lévő különböző kannabinoidok, amik a hatással, különböző gyógyhatással bírnak, közül több is gyulladás csökkentő hatással bír, némelyik pedig nagyságrendekkel erősebb, mint az aspirin hatása. Vannak mellékhatásai a cannabis fogyasztásának? Vannak mellékhatásai, azonban ez a jelenleg a
az illegalitásából adódik, illetve a legalizációjával a legtöbb mellékhatást azt ki lehetne küszöpölni. Hát a legfőbb mellékhatás ugye a betépettség. Ezen kívül étvágyat csinál, illetve nem tudom, hogy ezt mellékhatásnak lehet-e mondani, hogy jó kedve lesz tőle az embernek, illetve jót alszik például. Milyen dózisban szoktad használni? Vaporizátorral szoktam lefekvés előtt, alkalmanként, tehát akkor, amikor éppen súlyosbodnak a tünetek, és én 0,1 g, 0,15 g az a mennyiség körülbelül, amitől tünetmentességet érzékelek, tapasztalok. Nyilván egyébként ez fűfajtától függ, tehát ez is azért változik, de körülbelül ez az irányszám, amivel szoktam tudni kalkulálni. Az orvosoddal ezt megbeszélted? Az orvosomnak igen, említettem ezt, és azt mondja, hogy egyelőre még ez ugye tiltott, de ő szívesen segít, illetve utána is néz. A környezetedben ki tudja ezt, és félsz attól egyébként, hogy ez kiderülhet? Természetesen ezt azért nem verem ajtóbra, de a baráti körömből csak a legszűkebb baráti kör tud erről. Ezen kívül tehát próbálom ezt titokban tartani. A barátaim egyébként eleinte olyan érdekesen fogadták, tehát hogy persze a hátadra kell, stb. Ilyen megszólalásokkal. És aztán elmagyaráztam nekik, elmondtam, hogy ez miről szól, és utána néztek, és akkor azóta már tudják, tehát hogy tényleg nem arról van szó, hogy nekem azért kéne ez, mert hogy jól érezzem magamat. Sokan azt is mondhatják, hogy biztos nem próbáltál még mindenféle más legális opciót, hogy biztos van olyan, ami ugyanilyen jól működne, miért kell pont egy ilyen illegálisat használni? Természetes egyébként, igen, rengetegféle gyógyszer van erre, azonban mindegyiknek nagyon súlyos a mellékhatása, hogyha ezt 5-10-20 éves távlatban nézzük. Magának a kannabisznak a használatából, hosszú távon, a rendszeres használatából közel nem olyan súlyos mellékhatások keletkeznek, illetve azok a mellékhatások azok megszűnnek a szerhasználat után 2-3 hét alatt. Mennyire tartasz attól, hogy akár büntetőjogi következményei lehetnek annak, hogy te ezt a gyógyszert fogyasztod? Ez egy reális, valós lehetőség, ezért hát megpróbálok óvatos lenni egyébként, illetve nem reklámozom ezt nagyobb körben. Szerinted hogyan kéne ezt az egész dolgot kezelnie az államnak, a társadalomnak? Erre több megközelítés van, szerintem ezzel egyébként a különböző társadalmak, különböző országok kísérleteznek jelen pillanatban. Én gyakorlatban bármelyik megoldást a kettő közül reálisnak tartom. Az egyik az a cannabis social clubok, már azt inkább a rekreációs használatra szokták használni, de gyógyászati használók is alapítottak ilyen klubokat. Ez arról szól, hogy összeáll több gyógyászati felhasználó, és ők közösen végzik a termelést és a felosztást. Kifelé nem adnak el, nem adhatnak el a kanabiszt, semmilyenféle származékát, viszont belül sokkal olcsóban tudják előállítani, és meg tudják osztani a tapasztalataikat. A másik megoldás, ami Amerikában van terjedőben, az pedig úgy néz ki, hogy vannak a termelők, akik termelnek, illetve előállítanak készítményeket, különböző származékokat, illetve vannak még a caregivers, a segítőknek mondanám, vagy ápolónak tudnám fordítani talán. Ők pedig segítenek megtalálni a páciensnek azt a fajtát, azt a fajtát, amelyik működik, azt a beviteli módot, azt az adagolást, aminek a legjobban működik. Jelenleg a gyógyászati cannabis felhasználása számos országban legális, Amerikában 24 államban, Európában pedig Ausztriában, Svájcban, Hollandiában, Csehországban, Németországban és Spanyolországban. Egyébként neked gondolom az is egy szempont lenne, hogy ki tud választani azt, hogy milyen fajtájú kannabiszt a leghatékonyabb vagy legeredményesebb a te tüneteidnek a csillapítására. Mennyire van lehetőséged most így a fekete piacon mondjuk így válogatni a kannabisz fajták között? A fekete piacnak ez az egyik problémája, hogy nem tudok választani. Egyrészt ez ugye a hatás szempontjából is problémás, tehát nem szeretem azt a nagyon betépett érzetet.
amit a legtöbb utcán kapható fű kivált az emberből. Másrészt pedig a tisztaság is kérdéses. Tehát nem tudjuk, hogy az hogyan lett kiszállítva, esetleg penészgombából fertőzött, talán homok van benne, vagy egyéb baktériumok élesztőgombát megtelepedhetnek benne, hogyha nem megfelelően van ezt kiszállítva. Otthoni termesztésen gondolkodtál már? Gondolkodtam, hogy ha ez legális lenne, akkor abban a pillanatban belevágnék. Ugye az az érdekes helyzet van, hogy a cannabis az kábítószer, az ENSZ-nek az egyezményei szerint is, tehát három ENSZ egyezmény van, a 61-es, a 71-es és a 88-as ENSZ egyezmény. Ugyanakkor ezek az ENSZ egyezmények azt is előírják, hogy biztosítani kell ezeknek a szereknek a gyógyászati alkalmazását, tehát hogy hiába kábítószer a cannabis. Ezek az egyezményeknek elvileg ugye a gyógyászati felhasználás biztosítását is kellene garantálniuk, ez most Magyarországon ugye nem ez a helyzet. Ugyanakkor például más európai országokban már van törzskönyvezett gyógyszer, ami kimondottan természetes cannabis készítményt tartalmaz, például a Bedrocan Hollandiában, és hogy elvileg van erre lehetőség, hogy ezt a szert, ezt a gyógyszert, ezt megrendelje egy orvos Magyarországon, Hollandiából. Te átgondoltad ezt a folyamatot, és hogyha van erre lehetőség, akkor megkérnéd erre az orvosodat? Minden probléma nélkül megkérném erre az orvosomat, hiszen az a célom, hogy változást érjek el, a jelenlegi szabályozás megváltoztatását szeretném én is elérni. Hát ez közös célunk igazából. Várjuk azoknak a betegeknek a jelentkezését, akik meg szeretnék osztani a személyes történetüket cannabis gyógyászati használatával kapcsolatban, mind névtelen írásos interjú formájában, és mind pedig így videóinterjú formájában.